Sziasztok! Június 20-a van, és az előző héten hol álcázott, hol a maga teljes valódiságában, de nézők nélkül, négy koncertünk volt egy hét alatt, az még akkor is ritka, amikor normális időket élünk. Most pedig hát ugye veszélyeztetett időket élünk, de nem azért az a címe a következő dalnak, hogy veszélyeztetett, hanem mert valahogy úgy jött elő március 27-én, és beleillik abba a paradigmába, amit egy pár nappal ezelőtt ugye egy ilyen budapesti nosztalgia dalnak minősítettünk. Arra is jött már egyébként jött megoldás, most be se ugrik a címe. Tehát valami volt, hogy abban a kisvárosban, aminek a neve Budapest. Ritusok az volt a címe. Na ez a veszélyeztetett, és ez is egy budapesti zsánerkép. Az a ritka dalok egyike, amikor tudom, hogy megélt pillanatok vannak benne, egy lóversenyező hajléktalan, aki egy időben valóban a Király utca elején egy olcsón vásárolt Trabantban élte az életét. 105 BPM neki a tempója. Ha külditek rá a zenét, a fölénekelt verziót, vagy bármit, ami egyel tovább lépteti a dalvázlat dalszöveg jellektől, akkor legyetek szívesek a siami.napidal@gmail.com jól bevált e-mailünkre küldeni, ahogy eddig is, és aki tudja, az már tudhatja, hogy mindenkivel fölveszem a kapcsolatot, megbeszéljük a dolgokat, segítek fejleszteni, szólok, ha készen van, és boldogan bejelentjük közös szerzeményként ez a távlatnak a végén a fény. 105 BPM tehát. Veszélyeztetett korban élek, egy veszélyes földön. Mára élemedet, kis életemet, csak úgy kaptam kölcsön, mint azt az elegáns balonkabátot egy hajléktalantól, akinek ott a kalapja mellett az a három galambtól. Egy Trabantban lakott, és egyik reggel a Király utcában, hogy mindenki meghal, rám kiabált, csak úgy kutyafuttában. Veszélyeztetett korban élek, és szerintem jól van. Miért kiabálnék, hogy hadd maradjak még én, mikor már látom a fényt a sötétség végén. Ez a refrén, csak ugye a kutyafuttában nehézségi foka miatt egy pici gondolkodási időt kértem. Mit tarthat engem vissza? Kérem, vissza 20-szor a pénzem, amit a turfon egy rossz róra tettem, de befutott szépen. Azt hittem, nem fog az nyerni soha, de mégsem hibáztam. Az volt a világ leghülyébb lova, én meg kölcsönkabátban. Veszélyeztetett korban élek, és szerintem jól van. Miért kiabálnék, hogy hadd maradjak még én, mikor már látom a fényt a sötétség végén. Vettem egy kiflit a hajléktalannak, aki melegen tartott, meg egy kocka sajtot, de addigra eltűnt, csak a Trabant maradt ott. Veszélyeztetett korban élek, és szerintem jól van. Miért kiabálnék, hogy hadd maradjak még én, mikor már látom a fényt a sötétség végén. Ismétlek. Veszélyeztetett korban élek, és szerintem jól van. Miért kiabálnék, hogy hagyd maradjak még én, mikor már látom a fényt az alagút végén? Hát bocsa, bakér, de ugye nem forgatunk újra ilyenkor, ez benne marad. Aztán majd a dalokban nem maradjon benne, azok már legyenek teljesen korrektek. Próbáltok elkapni az egésznek a lendületét, a lüktetését. Csináljátok meg egységesre. Igen, mondom, ez élménydal, tehát valóban egyszer csak eltűnt ez az ember a Trabantjából, és ami még hát egy évig ott állt, mert veszélyeztetett volt, és hát valami módon hát áldozatul is esett ennek a veszélynek. Jó srác volt különben. Egyszer vettem neki egy olcsó edzőcipőt, mert mondta, hogy nincs cipője, és akkor hát nem volt rajta. Amikor legközelebb láttam, és akkor mondta, hogy eladta.
lelki rajta az övé volt. Sziaminapidal@gmail.com, sziasztok!